A már az időszámítás kezdete előtt létező település nem véletlenül közkedvelt. Gyönyörű környezet, jó termőföld és jó elhelyezkedés jellemzi. Ugyanis több irányban van a közelben nagyobb település, ahol tudnak munkát vállalni az emberek, és az ingázáshoz is biztosítottak a közlekedési feltételek. Felsőnyék talán a vidék legrégebben lakott települése. Nem véletlen, mert ugye én azt gondolom, hogy az emberek nem véletlen költöznek valahova, oda költöznek, ahol jó lakni, ahol jó élni. És mi abban gondolkodunk, hogy mindenféleképp azt kell megteremteni, hogy továbbra is a fiatalok itt maradjanak, itt jó legyen élni. És pontosan minden lépésünk, minden cselekedetünk ebbe az irányba mutat, és hogyha ők valamit kigondolnak, hogy kell egy konditerem, akkor van konditerem, ha kell egy sószoba, akkor van sószoba, akkor szoláriumot is csináltunk, úgyhogy minden, ami eszükbe jut, az van. És hát ebből talán gondolom ennek is köszönhető, hogy nem mennek el a fiataljaink, itt maradnak a faluba. És igaz, hogy a faluban nincs ennyi munkahely, de nagyon jó meg van szervezve a környék településeire, Tamásitól, Fehérvártól kezdve, jönnek a buszok is, ha valaki akar dolgozni, akkor itt tud is. A jövőben a Pécsről induló kerékpárút, ami a településen fog átmenni, ha elkészült, még nagyobb átmenő forgalmat generál majd, ami szintén fellendíti a település gazdaságát, véli a polgármester. Hogyha ez így lesz, akkor ugye megnyílik előttünk még a turizmus is, és a turizmusban én azt várom, és azt látom, már van egy panziónk, egy kialakított 6 szobás panziónk, látjuk, hogy jól működik, egyre jobban, sőt, van, hogy teltházzal fut, ha vadászat van, ha valami alkalom jön. Na most mi azt várjuk ettől, hogyha jönnek a kerékpárosok, jön egy turizmus, most már van egy csomó olyanunk, hogy borászat a faluba, sajtkészítő 2 is, horgolnak az asszonyok, mézet, méhészek vannak. És én azt látom, hogy ha én is elmegyek valahol kirándulni, azt szeretnék valamit venni. Az pénzt hozhat ide a faluba. És ez még talán a fiatalok, aki ezt megnyergeli, vagy rááll, az még plusz pénzt hozhat ide a faluba. És hogyha a pénz elkezd valahol dolgozni, az csak jó irányba vezethet. Én abba bízom. A sokféle helyi termék is sokat lendíthet majd a forgalmon. Valamint az ott élő fiatalok, ha felfedezik, hogy ezek jó lehetőségek, szívesebben maradnak ott és alapítanak családot a faluban, mondja a polgármester. Amihez minden feltétel adott ezen a hangulatos kis településen. Nekünk megvan az óvodánk felújítva, játszótér van az óvodaudvarba, megvan az iskolánk felújítva, az iskolaudvarba műfüves pályát építettünk. Az óvodához tudtunk építeni egy tornaszobát. De az önkormányzati épületek is szinte teljes mértékben felújításra, korszerűsítésre kerültek a közvilágítással együtt. Felsőnyéken van egy gyönyörű központunk, 100 méteren belül van minden. Úgyhogy nyilván adta magát az, hogy mindent fel kéne újítanunk, és hát neki is veselkedtünk ezelőtt 8 éve, és ott tartunk, hogy szinte mindent föl tudtunk újítani, egy épület kivételével, amire szinte megcsináltuk már a terveket, és be vannak adva. Természetesen ugye az elsődleges cél mindig az volt, hogy spóroljunk. Tehát minden beruházás, minden pályázat, amit irattunk, az mindenféleképp ugye az energetika spórolására, tehát napelemeket szereltünk fel mindenhova, hőszigetelést, új nyilászárókat, és hát ugye a nap, mint hogyha megéreztük volna, hogy mekkora drágulások lesznek, már át is kezdtük állítani az épületeinket elektromos fűtésre is. Tehát ahova napelemet szereltünk, ott próbáltunk annyi napelemet föltenni, hogy később a fűtést is ellássa. A település ötletes vezetője mindig kitalál valami hasznos újítást, hogy a falut felvirágoztassa. De a közmunkaprogramot is nagy hasznunkra tudták fordítani. Vettünk egy faüzemet, a faüzembe készülnek a busz megállótól kezdve, amit lát a virágládákat, tehát szépítjük vele a falut. A közmunkaprogramot természetesen megragadtuk. A közmunkaprogramban most 2 programunk van. 50 emberrel indultunk, most csak 10-valahányan vagyunk, tehát elértük azt a célt is, hogy visszakerültek az emberek a munkavilágába. Hát most a mezőgazdaságban csepegtető öntözéssel uborkát termesztünk, fölépítettünk egy feldolgozó üzemet, egy savanyító üzemet, ahol ez a feldolgozó, azért mondom, hogy feldolgozó, mert amit megtermelünk, azt ott konyhakrészre tudjuk varázsolni, a hagymát is fölszeletelve, tehát úgy kerül a konyhára már
van egy 140 fős felújított konyhánk. Az utak felújítására is szeretnének nagy hangsúlyt fektetni a jövőben. Hát sikerült már 4 külterületi utat is megépítenünk. Pillanatnyilag most van egy megnyert 300 milliós pályázatunk szintén egy külterületi útra, ahol még soha nem volt szilárd burkolat, tehát ezt csak arra lehet megnyerni. Ozora felé indulnánk el vele, ez az út is csatlakozna közvetlen majd a kerékpárúthoz, és hát Ozora is olyan közel kerülne, hogy aztán már csak 3 kilométer kellene, hogy végre átérjünk, ami már egy 40 éves terv. Hát mit tudok még mondani, 2 belterületi útra megnyertük a pályázatot, és mi egy pénz lesz, akkor ugye ezt ki is lehet vitelezni. Felsőnyék nagyon szépen fejlődik. Jelenleg is munkálatok folynak a településen. Most a kultúrház korszerűsítéseként napelemekkel szerelik fel azt is.